fogadják sok szeretettel a Hegyfalú Szimfonikusok komoly zenei estjét. Előadásokban láthatják és hallhatják Vivaldi 4 évszakából a tavasz című koncertó részletét. Ebben a tételben a szülés, születés örömteli, de fájdalmas aktusa jelenik meg. A tavasz, a fiatalságot megszemélyesítő táncot természeti jelenetek többször megszakítják. Madárcsicsergés, patakcsobogás, villám és mennydörgés, a világra jövetel viharos események. A zenészek műsora tükrözi a mély, átvitt érzelmeket, a világhoz való viszonyukat, és nem utolsó sorban a lélek, a személyiség és a tánc fejlődését. Fogadják sok szeretettel őket!
Egy kis tapsal búzdítsuk az igazgatót, hátra jobban megy neki. Sok mindenre kaptam kikérdést, de hogy hungarocát hogy kell söpörni, az valami nem jöttem rá. Nem könnyű megszólalni te az előző produkció után, igaz lányok? Nem minden nap látunk ennyi gyönyörű habtestű férfit itt a színpadon. Ráadásul ilyen produkcióban, ilyen csípő mozgása, szóval le a kalapad. Köszönjük szépen! A következő műsorban a mosolycsoportot láthatják. Szintén Csepregről érkeztünk. Hastáncolunk, zumbázunk, ennek megfelelően alapvető táncos műsort hoztunk, és egy kicsit megspékeltünk egy másik műfajjal. Utánunk újra a másik csepregi csoport következik. Jó szórakozást kívánok! Ezt? Ezt se jó. Miért? Hova dugod?
A falba! A falba? Hát jó, még van egy dolog, nem találtam hozzá. Hát nézzük, nem mutasd meg. Oké, jó! Ha a csajok sétálnak a plázába és látnak valami akciót, akkor egyszerre tudnak csörögni. Akciót? Akciót! Tudod, a plázába. Nem is tudom, mit szoktunk csinálni ott? Ja, sétálunk, vásárolunk és endorfin termelünk. Ne legyél már olyan nagy fiú. Nem is vagyok. Mi az az endorfin? Hát amit zumban hallottunk a Barasi Csedinától, hogy mikor így mozgunk, meg táncolunk, és akkor happy, happy, happy érzésünk van. Ja? Ja. Nem értem. Ezt tudtuk eddig is. Csak egyetlen egy problémám van, képzeld el. Nem tudom a csajokat fölhívni, mert nincs vele gomb. Na, jó, mamma, kérdezem, hát semmi. Oh,
Don't you like a queen?